Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják. Ma szeptember 11-e Teodóra napja van. Ma van a Magyar Dal napja. 953 éve csatában menetbe lehalt sérüléseibe első Béla magyar király. 319 éve a zentai csatában a szövetséges sereg Savoyai Jenő herceg vezetésével győzelmet aratott a török hadakon. Most pedig következzenek a legfontosabb hírek röviden. Előrehozott parlamenti választások Horvátországban. Cunami söpört végig Szerbián, csak nem 70 embert vettek őrizetbe a Szökőár nevű akcióban. 15 éve rombolták le az Al-Qaida öngyilkos merénylői a New York-i világkereskedelmi központot. Javában zajlik a szüret, a napraforgó betakarítása, az olajrepce vetése és a kukorica törése a homokvidéken. Keresztelővel kezdődött a szüreti rendezvénysorozat vasárnapja Bács-Fekete-hegyen. Tíz hónap alatt már másodszor parlamenti választások Horvátországban. Vasárnap reggel 7 órakor nyitottak meg a szavazóhelyiségek. A szavazásra jogosultak száma valamivel kevesebb, mint 3,8 millió. A mintegy 60 ezer külföldön élő, illetve külhoni horvát több mint 115 külképviseleten szavazhat. A Szerbiában élők itt a szabadkai főkonzulátuson is leadhatják voksukat. Vladimir Perić fontosnak tartja, hogy minden alkalommal leadja voksát. Kevesebb mint egy év alatt ez a második parlamenti szavazás Horvátországban. A tavalyi választásokat követően a jobboldali Horvát Demokratikus Közösség és a Híd Függetlenek listája párt idén januárban alakított kormányt. A belső feszültségek miatt a parlament fél év után megvonta a bizalmat a kormánytól, ezért kellett előrehozott voksolásokat kiírni. Ez volt a horvát parlament eddigi legrövidebb mandátuma. Emellett emlékezetes marad az is, hogy először történt olyan, hogy kormánypárt nyújtott be bizalmatlansági indítványt saját miniszterelnök ellen. Tiomir Oreškovic jelenlegi ügyvezető kormányfő elmondta, bárki is legyen majd az új miniszterelnök, folytatni kell a megkezdett munkát. Ja se isto tako nadam da će se nova vlada što prije formirati. Ja mislim da je za Hrvatsku ima dobro, mislim da će biti dobro godina kad gledamo ove nekakve makroekonomske indikatore, ali bez ove reforme nećemo biti dugoročno uspešni. A közvélemény kutatások szerint szoros eredmény várható, nem valószínű, hogy lesz egyértelmű győztes. A szakértők szerint a bizonytalan politikai helyzetnek ez nem kedvez. Kolinda Grabar-Kitarović horvát államfő mindezek ellenére mégis derülátó. A ja vjerujem da će proces koji će uslijediti onda iznjedriti vladu koja će doista brinuti o budućnosti Hrvatske. Az előrejelzések szerint az előzőhöz hasonlóan a mostani szavazások kimenetele is bizonytalan, de várhatóan a két nagy párt közül egyik sem, sem a HDZ, sem az ellenzéki baloldali szociáldemokrata párt sem tud majd önállóan kormányt alakítani. A horvátországi választásokat követően Szerbiához hasonlóan Zágráb is a gazdasági fejlődés és a politikai stabilitás útjára léphet, nyilatkozta Alexander Vulin. A szerb szociálpolitikai miniszter kifejtette, reméli, hogy a szomszédos állam is prioritásként tekint majd a gazdasági fellendülés és a térség biztonságának a kérdésére. A tárcavezető Johannes Hahn belgrádi látogatása kapcsán kiemelte, az Európai Unió bővítési biztosának elismerő szavai is bizonyítják, hogy Brüsszel elégedett a kormány reformintézkedéseivel és az elért fejlődés mértékével. Mi od gospodina Hana nismo očekivali da će on sad uspostaviti stabilnost u Srbiji, ali nam je veoma drago. Kroz svoje poruke. Upravo tako, veoma je drago što je priznao da je politika Republike Srbije ispravna. I da je politika koju Vučić predvodi ispravna i da je to državnička politika koja stvara stabilnu Srbiju, a bez stabilne Srbije nema ni stabilnog regiona. Nadamo se da će svi ostali razumeti upravo tako tu poruku, da svako treba da radi prvo na sebi i na svojoj zemlji, pa će onda biti u redu sa komšilukom. Szerbia a régió békéjének és stabilitásának legjelentősebb tényezője, jelentette ki Milorad Dodik Belgrádban tett látogatásán. A boszniai szerb köztársaság elnöke kiemelte a Szerbiával ápolt kitűnően jó kapcsolatot. A 90-es években elkövetett atrocitásokkal kapcsolatban azt mondta, az elkövetőket meg kell büntetni, de nem szabad megfeledkezni az ártatlan szerb áldozatokról sem. Szadasnyi adnoszi szerb vasszon Szerbije szó najbolyi szad. Oni su u svim segmentima života. Oni su odnosi koji su puni dijaloga i razumijevanja. Pa i kada ponegde nismo na istim pozicijama i ne gledamo istim aršinima,
jer možda i to uvijek i nemoguće i na to se treba da naviknemo. Nismo otišli u sfere neslaganja. Mi sarađujemo i Republika Srpska i Srbija grade ono što jeste važno, to je naše nacionalno jedinstvo. Mi vjerujemo da je najvažniji nacionalni cilj Srbije izvan Srbije upravo Republika Srpska. Razumijemo, naravno, da je Kosovo najvažniji državni prioritet Srbije. 68 embert vettek őrizetbe, és összesen 5,7 kg különféle narkotikumot foglaltak le a szerb belügyminisztérium munkatársai a Cunami, vagyis Szökőár nevű akcióban. 12 további gyanúsított szökésben van, és még keresik őket a rendőrök. Nebojsa Stefanovics belügyminiszter elmondta, nemi erőszakot elkövetők, a közbiztonságot veszélyeztetők, illegális fegyvertartók és drogtermesztők, illetve terjesztők elfogása érdekében indították meg az akciót. Hozzátette, egy belgrádi lakásban 4 migráns és az őket bújtató embercsempészeket buktattak le. U posljednja dva dana smo želeli da sve one, i naravno nastavljaju se različite operativne obrade, sve one koji su ugrožavali bezbednost, ali pre svega akcenat je bio na onima koji trguju narkoticima i koji su, da kažem, izvršioci nekih od najtežih krivičnih dela, da takve ljude efikasno, brzo i u skladu sa zakonom sklonimo sa naših ulicama, predamo nadležnim tužilaštvima i sudovima i naravno pokažemo da Srbija neće biti zemlja u kojoj će tako nešto ikada biti moguće. Külpolitikai összefoglalónk következik. Afganisztáni hadviselés, iraki háború, líbiai és szíriai légitámadások. Globális terror és gazdasági világválság. A szakértők szerint ezek a 2001. szeptember 11-i amerikai terrortámadások következményei. 15 éve történt New Yorkban és Washingtonban az a csaknem 3000 emberéletet követelő merényletsorozat, amely megrázta az Amerikai Egyesült Államokat és a világot. A terrorcselekmény után az amerikai biztonsági szolgálatokat is újra szervezték. A merényletet az Al-Qaida hajtotta végre, akinek vezetőjét 10 évi hajsza után kerítették kézre és ölték meg. Azóta a szervezetet egy még kegyetlenebb terrorista hálózat váltotta fel, az Iszlám Állam. A harcok pedig nem szűnnek Szíriában. Díszsortűzzel és zászlófelvonással emlékeztek a mintegy 3000 áldozatra New Yorkban. 2001. szeptember 11. a nap, amely megváltoztatta a világot, mondta a Nemzethez intézett videóüzenetében Barack Obama amerikai elnök. 15 years ago, a September day that began like any other became one of the darkest in our nation's history. The Twin Towers were reduced to rubble. The Pentagon was in flames. A Pennsylvania field burned with the wreckage of an airplane. And nearly 3,000 innocent lives were lost. Sons and daughters, husbands and wives, neighbors and colleagues and friends. They were from all walks of life, all races and religions, all colors and creeds from across America and around the world. A hivatalos adatok szerint a szeptember 11-i terrortámadásokban összesen 2996 ember vesztette életét. Az áldozatok több mint 90 ország állampolgárai voltak. A merénylet sorozatért az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorhálózat vállalta a felelősséget. George W. Bush akkori amerikai elnök a merényletet követő televíziós beszédében kijelentette, hadüzenetként tekint az agresszióra. Kiemelte, az Egyesült Államok felkutatja a felelősöket és igazságot szolgáltat. A csaknem 3000 ember életét követelő merényletek után az USA háborút hirdetett a terrorizmus ellen. A véres szörnyűségeket követően megszületett a hatóságoknak sokkal szélesebb jökölt biztosító hazafias törvény, azaz a Patriot Act. A II. Világháború utáni legnagyobb amerikai közigazgatási reform keretében létrehozták a belbiztonsági minisztériumot és jelentősen átszervezték a titkosszolgálatokat. George W. Bush elnök 2003-ban szeptember 11-ét nemzeti ima és emléknapnak, a hazafiasság napjának nyilvánította. A Világkereskedelmi Központ helyén 2004. július 4-én az amerikai függetlenség napján rakták le az üvegből és acélból megálmodott, az Egyesült Államok létrejöttének dátumára utalva 1776 láb, azaz 541 méter magas One World Trade Center alapkövét. A szabadság toronyként is emlegetett felhőkarcolót 2014. november 3-án adták át.
Újabb légicsapások érték Aleppót a tűzszünet ellenére. Az ellenzéki aktivisták szerint 45-en haltak meg, míg a londoni székhelyű kiterjedt hálózattal rendelkező emberi jogok szíriai megfigyelő központja 69 áldozatról számolt be, akik között 13 kisgyerek és 10 éves is van. Valamivel korábban tűzszünetet jelentett be Genfben John Kerry amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Damaszkusz azt közölte, hogy elfogadja a megállapodás feltételeit, és Aleppóban a kitűzött időpontban elhallgatnak a fegyverek. Mintegy 1,5 millió iszlám hívő vesz részt idén a mekkai zarándoklaton. A többnapos eseményen ma a muszlimok Arafa napja alkalmából az Arafát hegynél, vagyis a Kegyelet hegyénél imádkoznak. Ezt tartják a mekkai zarándoklat legfontosabb eseményének. Az előző évi tragédia után, amelyben 2300-an vesztették életüket, az idén különleges óvintézkedéseket vezettek be. Ilyenek azok a karkötők, amelyeket a zarándoklaton résztvevőknek viselniük kell. 30 év után az iráni síták nem vesznek részt a hadzson, mivel az utóbbi időben kiélezett az ellentét köztük és a szaudi szuniták között. A mekkai zarándoklat az iszlám 5 pillérének egyike, amelyet minden hívőnek teljesítenie kell egyszer életében. A Síd melletti Vasica faluban szombaton hajnalban egy 35 éves migráns megkéselt egy helyi fiút. A támadó 3 késszúrással életveszélyes sérüléseket okozott. A 25 éves vasicai fiút megműtötték, túl van az életveszélyen. Az ámokfutót a rendőrség elfogta. Az eset helyszínén járt stábunk. Egy kisbolt előtt történt szombaton hajnal 3:30 tájban a támadás. A 25 éves fiú barátaival tért haza Sídről. A helyszíntől 4-5 kilométerre van a határ. Sűrűn találkozni migránsokkal a faluban. Ezt erősítette meg egy helyi lakos is. Pošto su migranično područje, oni ostaju po selima i spavaju noću tu ispred naših kuća. Ulaze nam prodavnice, traže hranu, jednostavno ne znamo šta se dešava. Kreću se, vidjamo ih na sve strane. A fiú szülei még nem beszéltek gyermekükkel, így azt sem tudják, hogy mi lehetett a támadás oka. Ovaj neki razlog, ne znamo, sadok ne budemo sa njim, ićemo sad u posjetu, pa ovaj. Mislim da doktor obeća da ćemo biti sa njim malo pričat, pa ćemo čut nešto više. A családnak ez az egyetlen gyermeke, aki szüleivel együtt gazdálkodott. Rendes, tisztelettudó fiatalnak ismerik a faluban. A fiú megtámadása után felhívta barátját, az első arra jövő autót leállították. Ja, generálno ne znam ništa, nego sam naišao vidi dvojicu momaka, zaustavili su me na, to je bilo oko 3:15, pola 4 ujutru. Ovaj, mašu i stao sam, kaže, izbodenje od migranta, natovario dete u auto, majica sva krvava. Ušao hitnu, 10 minuta, onda se odmah spakovali i vozilo i za Mitrovicu. A helyiek azt mondják, a késelés után sem félnek a migránsoktól, de egyre nehezebben viselik, hogy mindenhol beléjük botlanak, hogy bemennek házaikba, udvaraikba. 10 nappal ezelőtt Síden már aláírásgyűjtésbe kezdett a lakosság. A petícióval azt követelik, hogy helyezzék lakott területen kívülre a sídi befogadó központot, és lehetőség szerint korlátozzák mozgásukat. A sídi lakosság azt követően döntött így, hogy 2 hónap alatt 26 olyan betöréses lopás történt, amelyet migránsok követtek el. Múlt vasárnap a belügyminiszter is ellátogatott Sídre, aki azt ígérte, minden bűncselekményt felderítenek, és az elkövetőknek felelni kell tetteikért. Síden az elmúlt héten megerősítették a rendőri jelenlétet. A 9000 lelket számláló kisvárosban és környékén 1600 regisztrált migráns van a 3 befogadó központban, és több százan vannak olyanok, akiket sehol sem tartanak nyilván. A sídiek szerint naponta újak érkeznek a szerémségi városba, feltehetően azért, mert sem Magyarország, sem Horvátország felé nem tudnak átjutni a határon, így utazgatnak Szerbián belül. Egyesek már több hónapja élnek itt. Most lássuk, mi a helyzet a mezőgazdaságban. Megkezdődött az almaszüret is a homokvidéken. A királyhalmi termelők az idén is az orosz piacban bíznak, a hulló almát viszont nem kifizetődő értékesíteni. Szép és ízes az idei almatermés. Kereslet is van bőven a gyümölcs iránt, de csak étkezési almára. Ami a konzumalmát illeti, arra igen, az orosz piac az továbbra is érdekelt ebben a témában. A hullóalmát illetően hát nagyon rosszak a kilátások,
mert telítve van a világpiac, pontosan a lengyel almának köszönhetően az úgynevezett kásával, vagy velővel, mert ők, nekik beragadt ugye a tavaly termésük, és ugye muszáj nekik üríteni a kamrákat, hogy az idei termést tudják ugye raktározni, és pontosan ezért nagyon-nagyon alacsonyan van a hullóalmának a felvásárlási ára. A Királyhalmi hűtőházban már csomagolják a korai fajtákat és készítik az orosz piacra. Jelentős könnyítés a termelőknek, hogy az egyébként 64 dinárba kerülő almás ládáikat visszaadják nekik, és külön az orosz piacra készült, szabványosított ládákba rakják át az árut. Ezzel is csökkentik a termelők költségeit. Az étkezési almának nincs még kialakult ára, de alacsonyabb lesz a tavainál. Tehát ami a 2016-os esztendőt illeti, a konzumalma minősége és mennyisége nagyon jónak ígérkezik, csak hát pont ebből kifolyólag az árát illetően kevesebb lesz szerintem, mint tavaly volt. A királyhalmi almatermelőknek a legnagyobb gondot jelenleg a hullóalma jelenti, hiszen az 5 dináros felvásárlási ár és az almaszedőknek fizetendő 200 dináros órabér mellett nem igazán éri meg ezzel egyáltalán foglalkozni. A legkifizetődőbb a hullóalmát pálinkának kifőzni. Javában zajlanak az őszi mezőgazdasági munkálatok a szabadkai határban. Ludason és környékén a napraforgó betakarítása zajlik, közben pedig mind nagyobb lendületet vesz az olajrepce vetése, és a kukoricatörésre is készülődnek a termelők. A ludasi hangárban egyre nagyobbak a napraforgó szemekből álló hegyek. A napraforgó aratása javában zajlik. Én azt tudom mondani, hogy körülbelül a felénél tartunk. Én nagyon remélem azt, hogy most már az idő kedvezni fog, és akkor egy 10-15 napon belül azt is be tudjuk fejezni. Szegény földműveseknek most minden egyszerre összejött, hiszen az olajrepcét kedvelőknek, illetve akik arra tették a voksukat, hogy megpróbálják, azoknak pont most itt a pillanat, hogy előkészítsék a földeket, és azonnal még a nedves földbe el is tudják vetni. A ludasi határban pont ez is zajlik. Nagy szakértelmet igényel az olajrepce talaj előkészítése, műtrágyaszórás, szántás, vetéságy előkészítés és végül a vetés. A mögöttem látható univerzális gabonavetőgép jelenleg a ludasi határban végzi az olajrepce vetését. Jelenleg az olajrepce termesztése a legkifizetődőbb. Egyébként a napraforgóért jelenleg 34 dináros kilogrammonkénti előleg árat fizetnek, a kukoricának viszont most van még csak kialakulóban a jövendőbeli felvásárlási ára. Mivel napos, meleg az idő, hamarosan megkezdődhet a kukoricatörés is, így nincs kizárva, hogy az őszi betakarítási munkálatok szinte egybeérnek. A napraforgóban még felében vagyunk, ami korábban el lett vetve, az gyengébben termett, olyan 15 mázsás holdanként átlagunk van, és ami később lett vetve, úgy néz ki, hogy nagyobb hozam ígérkezik, olyan 2 tonnás. A kukoricatermés is egyelőre kiválónak mutatkozik, a termelők bíznak a magas hozamokban, de már előre félnek az alacsony felvásárlási ártól. A mezőgazdasági támogatások egyszerűbb és gyorsabb kifizetését, papírmentes ügyintézést ígért Branislav Nedimović, földművelésügyi miniszter. Elmondta, le fog egyszerűsödni az agrártámogatások igénylése, de az igénylések elbírálása is. Mindez elektronikus úton, vagyis papírmentesen történik majd. Az új tárcavezető szerint, amennyiben megoldható volt az elektronikus építkezési engedélyek bevezetése, akkor nem látja annak okát, hogy mindez miért ne lehetne hatékonyan alkalmazni az agrárkifizetését. Fizetések esetében is. Nedimović azt is elmondta, hogy tárcája alkalmazni fogja a mezőgazdasági viszontbiztosítás rendszerét a helyi önkormányzatokat is bevonva. Hozzátette, korábban, amikor ő Mitrovica polgármestere volt, a szerémségi városban kötöttek ilyen viszontbiztosítást a búzára, de a kukoricára is. Nézzük, mi lesz még a híradóban. 7. alkalommal indult útjára Magyarországon a Szerb Kultúra Hónapja. Hőlégballonok lepték el az eget Zenta felett. Falunapot és templombúcsút tartottak Múzsján.
hetedik alkalommal indult útjára Magyarországon a Szerb Kultúra Hónapja szombaton. Az idén a Deszki Folk és Ajvár Fesztivállal nyitották meg a rendezvénysorozatot, amelyen a hagyományos innyentségek mellett a szerb nemzetiségi néptánc együtteseké volt a főszerep. Herceg Szántó néptánc együttese volt az egyik vendége az idei Deszk Folk és Ajvár Fesztiválnak. A dél-magyarországi faluban jelentős számú szerb kisebbség él. Szerb nemzetiségi táncegyüttesük Nis környéki táncokat adott elő. Fantasztikusan érzem magam, én ilyen jó fesztiválon mostanában soha nem volt, vagy régen voltam ilyen jó fesztiválon. Nagyon élvezem, minden program nagyon tetszik. A vendéglátók mellett több magyarországi és külföldi csapat is színpadra lépett. A műsort Nenád Ivaniševića, a szerb kormány szociálpolitikai, munkaügyi és foglalkoztatási államtitkára is megtekintette. Sadašnji premijer Orban kada je otvarao konzulat zajedno sa pokojnim premijerom u Subotici 2003. Dakle, nacionalne manjine i srpske i mađarske jesu most koji spaja dve države ovde. Danas vidimo da postoji srpska nacionalna zajednica, vidimo da je ispoštovana od strane mađarske države, vidimo da živi u dobrim odnosima sa svojim komšijama mađarima i drugim narodnostima. A Szerb Kultúra Hónapja alatt több magyarországi településen szerveznek az eseményhez kapcsolódó rendezvényeket. Szeged, Pomáz, Százhalombatta és természetesen Budapest is otthont ad majd a kultúra egy-egy szegmensének. Érdeklődnek nem csak a szerbek, hanem a magyarok is az előadások vagy a kiállítások iránt főként. Tehát vannak olyan programjaik, amik kifejezetten mindenkinek szólnak, nem csak a szerb nyelvet értőknek. Úgyhogy remélem, hogy ugyanúgy látogatottak lesznek az idei programok, mert tényleg úgy készültünk, hogy mindenkihez szóljunk. A Szerb Kultúra Hónapja című rendezvénysorozat keretein belül felolvasó is irodalmi, zenés, táncos és egyéb kulturális eseményt szerveznek az érdeklődőknek Budapesten és Magyarország szerte egészen október 10-éig. Keresztelővel kezdődött a vasárnap Bács-Feketehegyen. A református istentisztelet a hétvégi szüreti napok jellegéhez kapcsolódott. A hívek hálaadó zsoltárokat énekeltek. A keresztelés reményt ad a több mint 2000 lelket számláló gyülekezet fennmaradásához. Családjával közösen tipegett az oltár elé Garai Anna, a gyülekezet legfiatalabbja. Édesanyja elmondta, arra szeretnék tanítani a kislányt, hogy bízzon Istenben. Nagyon régóta ennek a egyháznak a tagja vagyunk, és mindenféleképpen nagyon szeretnénk, hogy keresztény családban nevelkedjen, és ezért döntöttünk, hogy megkereszteljük. Szüreti dallamokkal tette ünnepélyesebbé a hangulatot a templomban Török Noémi népdalénekes, a falu szülöttje. Ezek a dallamok elmesélik azt, hogy régen hogyan születeltek az asszonyok, az emberek, és hogy érezték közben magukat, kiénekelték a bánatukat és az örömüket is, és közben jól érezték magukat a születelés közben. A településen 45-ször szerveztek szüreti napokat. Az istentiszteleten hálaadó zsoltárokat énekeltek a hívek. Tulajdonképpen nem is a születről szoktunk mi megemlékezni, hanem október végén a reformáció környékén az újborért is hálát adunk, tehát mint új termésért hálát adunk, mint ahogy az új kenyérért augusztus végén, ott viszont az újborért adunk hálát Istennek. És tulajdonképpen mi így emlékezünk meg erről. A bácskai református esperes elmondta, mindig igyekeznek újdonsággal kedveskedni a híveknek, reménykedve abban, hogy minél többen látogatnak el a templomba. Hozsana Fesztivált tartottak szombaton este a szabadkai sportcsarnokban. A rendezvény keretein belül a vallás, a béke és a szeretet fontosságáról énekeltek az előadók horvát nyelven. Az idei év mottója kegyelmet a kegyelemre. A belépőkből befolyt összeget egy leukémiában szenvedő kislány kezelésére fordítják. A Hozsana Festet 2006-ban rendezték meg először, azóta minden évben összejönnek a résztvevők, nem csak Szerbiából, hanem Németországból, Horvátországból, valamint Bosznia és Hercegovinából is. Vasárnap délelőtt tartották meg a Városháza dísztermében a községi képviselőtestület városnapi díszülését, amelyen átadták Zenta legrangosabb nyilvános elismeréseit, a díszpolgári címet, a Pro-Urbe díjakat és a polgármesteri köszönőleveleket is.
A himnuszok felcsendülését követően a községi képviselőtestület díszülésének kezdetén Tatjana Báló elnök köszöntötte az egybegyűlteket, majd Ceglédi Rudolf polgármester mondott köszöntőt. Őrizzük meg zentaiságunkat, legyünk büszkék a helyi sajátosságainkra, cselekedjünk úgy, hogy tetteinkkel az itthon maradást szolgáljuk. Az ülésen a képviselő testület díszpolgári címet adományozott dr. Bálint Béla akadémikusnak, a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia levelező tagjának. Mint ahogy az egyik versben van, itt születtem én ezen a tájon, ez az én tájam. És egy ilyen furcsa, nem cserebogár, de egy ilyen furcsa idevalósi bogár vagyok, amire büszke is vagyok. Életmű Proúrbe díjjal idén Sinkovics Péter nyugalmazott újságírót és költőt tüntették ki. Proúrbe díjjal pedig a fennállásának 150 éves jubileumát ünneplő Hófehérke óvodát jutalmazták. Polgármesteri köszönőlevelet kapott a riói olimpiát is megjárt két zentai birkózó, Fríz Krisztián és Nemes Viktor. Egy olimpián már részt venni is nagyon nagy megtiszteltetés. Igaz, nagyon sokat kell dolgozni, hogy eljusson valaki oda. Remélhetőleg, hogy azért 4 év múlva nem csak ott leszek, hanem valamilyen élmet is sikerül hazahoznom. Polgármesteri elismerésben részesült Iván Schwager zenész, zeneszerző, Székelyné Erős Erzsébet könyvtáros, hagyatékgondozó, a Szent Longinus Középkori Hagyományőrző Egyesület, valamint a 140 éves Zentai Gimnázium is. Büszkeséggel tölt el bennünket a munkánk elismerése. Ezennel szeretném megköszönni a gimnázium minden volt és mostani dolgozójának ezt a kitartó munkát, amellyel a középiskolás korosztályt nevelték. Az ünnepségen a díjazottak nevében dr. Bálint Béla mondott köszönetet az elismerésért, majd az ülés végén a két település között 10 évvel ezelőtt megkötött testvérvárosi szerződés jubileuma apropóján dr. Nagy Gábor Tamás Budavár polgármestere is köszöntötte az első írásos említésének 800. évfordulóját ünneplő zentát. Délben ünnepélyes keretek között kongatták meg a zentai csata emlékhelynél található emlékharangot. Az egybegyűltek ezt követően koszorúzták meg az emlékművet. 4 ország, 14 hőlégballon csapata vett részt a 13. nemzetközi hőlégballon találkozón, amelyet a Zentai Városnapi programsorozat keretében a település első írásos említésének 800. évfordulója alkalmából szerveztek. Minden részletre kiterjedő, gondos odafigyeléssel készültek a felszállásra a hőlégballonosok. Azt tetszik legjobban, hogy ilyen nagy japinnak nőni, meg még azt tetszik, hogy magasra tudnak repülni. Az idei találkozóra Szerbia mellett Magyarországról, Romániából és Szlovéniából is érkeztek résztvevők. Ide Zentára már több mint 10 éve járunk, baráti kapcsolatokat ápolunk a helybeliekkel. Maga a repülés élménye számunkra még mindig élmény, és igyekszünk itt a helybeli érdeklődőknek is megfelelő látványosságot biztosítani. Egyedi a hőlégballonozás élménye a sporták szerelmesei szerint, aki egyszer átéli, könnyen megszállottjává válhat. Mink vanünk az egyedüli olyan repülő eszköz, aki le tudja a kukoricát súrolni, fának a tetejét, a kosárnak, a gondolának a fele oda érhet, más repülő eszköz nem. És nagyon szabadok vagyunk, nagyon látunk mindent, le a kosárba fényképezni, forgolódni, repülőgépbe, ez nem így van. A találkozó egyre népszerűbb, nem csak a helyiek, hanem a környező településeken élők körében is. Hogy a zentaiaknak a szívébe benne van, belelopózott a balonozás, tehát a látványa maga, meg hát akinek ugye szerencséje van, valamint tehát föl tud szállni, tehát repülni tud egy balonnal. De az a jellemzője, és ez még jellemzője mondjuk a mostaninak is, hogy vidékről. Tehát még Beográdból, de Zágrebból érkezett egyén, tehát aki a balonozás véget is jött Zentára, tehát ez is érdekelte. A rendezvény szervezői már is megkezdték a jövő évi esemény előkészületeit, hogy méltó módon emlékezhessenek majd a zentai csata 320. évfordulójáról. Az Európai Unió a jövőbe vetett hit címmel tartotta konferenciát szombaton Zentán a Városháza dísztermében, ahol az Unió jelenének meghatározó kérdései mellett Szerbia uniós csatlakozásának kérdése is szóba került.
Az Európai Unió a jövőbe vetett hit címmel megtartott konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy Szerbiában az elmúlt évek során jelentős mértékben csökkent az euroszkepticizmus, és mind többen ismerik fel az uniós csatlakozásban rejlő lehetőségeket. Amíg a korábbi években 10, akár 15 évvel ezelőtt az euroszkepticizmus dominált, addig manapság megváltozott a, mondjuk úgy, a társadalmi megítélés az unió felé. Úgyhogy most már én úgy gondolom, hogy nagyobb mértékben a szerbiai polgárok támogatják az uniót és az uniós csatlakozást. A szakemberek szerint a folyamatok hátterében komoly politikai szemléletváltás áll. Elsősorban a felső vezetőség komoly politikai felelősséget vállalt az irányban, hogy az Európai Unió felé nyissunk. Tehát érvényes a szerbiai kormányra, a szerbiai parlamentre, különféle rendelkezések, ratifikálásokra, ami megengedte azt, hogy tovább léphessen az ország az európai csatlakozás felé. A vélemények megoszlanak arról, mikor valósulhat majd meg ténylegesen is Szerbia uniós csatlakozása. Én úgy gondolom, hogy egy kis időbe fog telni, és 2020 előtt azt hiszem, hogy illúzió lenne azt gondolni, hogy ez sikerül befejezni a csatlakozási folyamatot. De úgy gondolom, hogy Isten malmai és az Európai Unió malmai lassan őrülnek, de őrülnek. Pavel Edith szerint annak ellenére, hogy az Európai Unió korán sem tekinthető problémamentesnek, az európai országok együttműködésének fejlesztése szempontjából mégis az unióhoz való csatlakozás a lehető legjobb megoldás, ami éppen ezért Szerbia számára is számos új lehetőséget nyithat majd meg a fejlődés felé vezető úton. Falunapot és templombúcsút tartottak a hétvégén Múzsján. A 8000 lakosú középbánáti település a 60-as évekig önálló falu volt, most Nagybecskerek helyi közössége. Az ünnep alkalmából színes művelődési műsor, kirakodó vásár és sportrendezvények várták az odalátogatókat. Falunapot és templombúcsút ünnepeltek a hétvégén a legnagyobb középbánáti magyar lakta helyi közösségben. Ünnepi szentmisét mutattak be a Mária Szent neve plébánia templomban. Kiállítás nyílt a múzsiaiak klubjában, emellett sportrendezvények és kirakodó vásár is volt. Amikor nagyon sokan eltávoloztak és elköltöztek Muzsláról az Európa Unióba vagy Európán kívül, azért még mindig van hagyománya ennek az ünnepnek, olyan vonatkozásban, hogy az egyévé tartozás, a közösségnek az erősítése, a település szellemiségének, kultúrájának a bemutatása különböző rendezvények és egyéb dolgok szempontjából. A több mint 8000 lakosú magyarországi Sándorfalva már több mint 10 éve testvértelepülése Múzsjának. Június végén, az utolsó hétvégén vannak a mi városnapjaink, ahova szeretettel várjuk az önök delegációját, ilyen módon tartjuk a kapcsolatot, és hát úgy tudom polgármester asszonytól, ugyan az előző ciklusban képviselőként dolgoztam, de nem jártam még önöknél, hogy egyéb más szálon is kapcsolódik városunk. Városunk és művészeti iskolánk annak idején segített önöknek a Petőfi szobor megvalósításában. Új testvértelepülési megállapodást is aláírtak. Múzsja a 800 lakosú észak-magyarországi Mátra-Mindszenttel szeretne együttműködni. Nagyon bízom benne, hogy ez nem csak formai dolog lesz, hanem ennek igen lesz gazdasági és más hasznos dolga is. Én nagyon bízom benne, hogy ez így meg is fog valósulni. És jövő évben ugye mi rendezzük a 15. Mindszenti napokat, amelyre a múzsai közösséget is szeretettel várjuk. Kiosztották a helyi közösség elismeréseit azoknak, akik sokat tesznek az itteni magyar közösség fennmaradásáért. Közreműködünk a helyi közösséggel, az öregekkel, kirándulásokkal, van minden csütörtökön. Táncesténk, vagy zenesténk, ami a munkát illeti, mindent, amit a helyi közösségi köröztül megcsináltunk. Úgy temetőbe, úgy a parkozásra, úgy a községháza, az ifjúság körül, javításokat, minden. Az elszármazottak is ezeken a napokon látogatnak haza szülőfalujukba. Mészáros Julianna és István a jobb élet reményében Ausztráliába költözött. Hát ez most a 28 év alatt a második hazajövetelünk, szóval nem olyan sokat, de amennyire lehet azért. A szív az mindig visszavágy ide. Ez az igazság.
Nem maradt el a hagyományos művelődési műsor sem, amelyet a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület felújított épületében tartottak. A helyiek mellett felléptek pacséri, szentmihályi és nagybecskereki népművészek is. A szüret, aratás, betakarítás nem múlhat el ünnepség, illetve valamilyen gasztronómiai rendezvény nélkül. Paprika, hagyma, fűszerek és fiatal borjú vagy idős marha – ezek a hamisítatlan bácskai pörkölt hozzávalói. A noszaiak az iskola udvarában gyűltek össze szombaton, hogy kiderüljön, ki főzi a legízesebb egy tál ételt. Egy szép szál piros paprika úszott a pörkölt lében noszán. A bográcsokat gyakran kell kevergetni, hogy egyenletesen puhuljon a marhahús. Van, aki fával, más pedig gázzal gyújtott a fazék alá, a főzőversenyen szombaton. A szakemberek azt mondják, hogy a paprikát azt a végén kell hozzáadni a pörkölthöz, nehogy odaégjen. Van, aki a sok hagymára esküszik. A helyiek szerint attól lesz igazán sűrű a pörkölt leve, és ízes a szaftja. Mink úgy szeressük. Most a hányház annyi szokás, mink úgy szeressük. Volt, aki a baráti társaság szájíze szerint főzött, nem a zsűri szempontjai alapján. Nem megmérettetni szeretnénk a pörköltünket, hanem jól érezni magunkat és a társasággal egyet enni. A noszai iskola udvarában 10. alkalommal gyűltek össze a csapatok, hogy megtudják, ki a legjobb szakács a faluban. A rendezvény az hagyományos, hogy úgy mondjam egy kicsikét. Minden évben megrendezzük ezt, a főzőversenyt, marha pörköltet főzünk. A finom illatok még a környező utcákat is átjárták. Hétfő estig lényeges időjárás változás nem lesz, folytatódik az ilyenkor megszokottnál több fokkal melegebb idő. Néhol zápor, zivatar is kialakulhat. Erre nagyobb esély Észak-Bácskában és Bánátban, valamint Magyarország déli részén van. Ezeken a területeken heves villámlás kísérheti a zivatart, de jelentősebb csapadékmennyiség és erősebb széllökések nem várhatóak. Holnap ismét nyárias idő lesz, 31 fok körüli csúcshőmérséklettel. A világ első Novák Djokovic és a svájci Stan Wawrinka összecsapása ígérkezik a nap legfontosabb sporteseményének. A találkozó ma este 10 órakor kezdődik New Yorkban. A US Open nyílt teniszbajnokságon először fordul elő, hogy nem Nadal, Federer vagy Murray a favorit, de ettől Djokovicnak még nem lesz könnyebb dolga a 13. Grand Slam győzelmének megszerzésében. Wawrinka és Djokovic 10 évvel ezelőtt mérte össze erejét először, és azóta is barátság köti őket össze, valamint közös edzéseket is tartanak, annak ellenére, hogy játék stílusuk gyökeresen különbözik. Kettejük jó viszonyát a szerb teniszező 14 összecsapás óta tartó nyereség sorozata sem törte meg. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Előrehozott parlamenti választások Horvátországban. Cunami söpört végig Szerbián, csak nem 70 embert vettek őrizetbe a Szökőár nevű akcióban. 15 éve rombolták le az Al-Qaida öngyilkos merénylői a New York-i világkereskedelmi központot. Javában zajlik a szüret, a napraforgó betakarítása, az olajrepcevetése és a kukorica törése a homokvidéken. Keresztelővel kezdődött a szüreti rendezvénysorozat vasárnapja Bács-Feketehegyen. Köszönjük figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a panonrtv.com-ra. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!